Az országgyűlés tárgyalja majd a fogyatékos személyek jogairól szóló törvénymódosítás is. Réthelyi Miklós szerint a kromoszóma rendellenességgel élőknek is járna a fogyatékossági támogatás. A Nemzeti Erőforrás Miniszter azért változtatná meg a mostani rendeletet, mert az kivételt tesz a fogyatékos emberek súlyos vagy középsúlyos személyiségzavarának megállapítása között. Az Alkotmánybíróság is mulasztásos jogsértést állapított meg az ügyben. A pontosítással a szakorvosok, a betegek érdekeit képviselő alapítványok és a civil szervezetek is egyetértenek. A Williams-szindróma genetikai rendellenesség, 20 ezer szülésből egyszer fordul elő. A betegség érszűkületet okoz és fejlődési zavarral jár. Az értelmi fejlődésnek a zavara magával hozza a mozgás koordináció zavarát is. Ebben különböző mértékűek lehetnek a mozgás koordinációs zavarok is, de azt kell mondjuk, hogy mindenképpen együtt jár a kettő. Éppen ezért a munkavégzéshez is olyan jellegű mozgás koordinációk kellenek, főleg a kereső foglalkozásoknál, amelyekkel ők nem rendelkeznek. A Williams szindrómában szenvedők mozgás problémákkal küzdenek, és jellemző rájuk a figyelemhiány, ami a tanulásnál jelent hátrányt. Igaz, hogy most már a közoktatási törvény lehetővé teszi a fejlesztő iskolai felkészítést, de nem minden esetben történik ez meg. És akkor más lehetőség nem marad a család számára, mint hogy az anya otthon marad a gyermekével. És természetesen itt minden támogatás, minden kis morzsára szükség van ahhoz, hogy ezek a családok fent maradjanak. A Williams-szindrómások eddig nem voltak jogosultak fogyatékossági támogatásra. Az Alkotmánybíróság azonban tavaly alkotmányellenesnek minősítette, hogy a jogalkotó különbséget tegyen a személyiségfejlődési zavarban szenvedő betegek között. A jövőben ezért a juttatás minden olyan genetikai rendellenességgel született embernek járna, aki állandó segítségre szorul az életben. A jogosultsághoz nem lesz szükség folyamatos orvosi ellenőrzésre. Különböző szakértői bizottságok évenkénti többszörös felülvizsgálata mellett, miközben ott a beteg gyereknek a saját baja is. És közben ezek a vizsgálatok sokszor átfedők, és a genetikai ok miatt gyógyulás sem várható, tehát sok felesleges gyötrődést okozott eddig a családoknak. Na most ezt takaríthatnánk meg a családoknak, és egyben, hogyha ez tényleg törvény előírja, akkor sok pénzkidomástól is lehetne megkímélni a költségvetést. A törvénymódosítás elfogadásával 6-800 beteg válik jogosulttá a fogyatékossági támogatásra. Ez volt a Híradó délben, legközelebb egy órakor várom Önöket rövid hírekkel, de természetesen addig is minden fontos és friss információt megtalálnak a híradó.hu weboldalon. Viszontlátásra!